tengeri kis Lagonda szigeten titkos diplomáciai tárgyalásokra készültek két ország diplomatái. Egy olyan olajkincs kiaknázásáról, melyről egy harmadik ország azt hitte, hogy az a saját belügye. Warren úr és titkárnője egyfelől, s két napszemüveges diplomata másfelől. A szálloda egyik vendége Búbó Bestisben megbetegedett. Ezért a hatóságok vesztegzárat rendeltek el. Fergeteges komédia parádi szereosztásban. Márkus László, Rátonyi Róbert, Alfonzó, Krencsei Marian, Rajz János, Kivédi Ervin és még sokan mások. Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand Hotelben című regényéből készült a Mesztelen diplomata. Mert egy gyakorlatilag szkifi, tehát ahogy a kozákság élt mondjuk a 18-19. Században, az nekünk teljesen egy másik bolygó. Ennyire nagyon precízen leírja valaki, hogy hogyan tetvészkednek az asszonyok, hogyan mennek a viharos donra kecsegét fogni hálóval, a cselekmény is nagyon jó, hogy hogyan lesz valakiből hidegvérű gyilkos, hogyan jut odáig, hogy egy karddal ketté hasítson egy számára indiferens figurát. A kozákokra úgy gondolunk, hogy hát mit tudunk róluk, egyrészt ugye ők gyártották a zaporozsecet, másrészt ők szúrták le Zsidával Petőfit, érzem életüket tekintve zéró, ilyen hidegvérű, ilyen kucsmás terminátorokként képzeljük el őket, ugyanakkor ebből kiderül, hogy egyrészt valóban azok, másrészt azonban hát ennél azért árnyaltabb a kép. Winkler Róbert beszélt Mihály Solohov Csendes Don című regényéről. Önnek melyik a kedvence? Nevezze a legjobb 100 közé. Szavazólapokat a könyvtárakban, könyvesboltokban talál. Ha bizonytalan, konzultáljon családtagjaival.